Az év első negyedében számtalan vállalkozás érdeklődött az országos mikrohitelprogram iránt, amely kedvezően vehető igénybe akár 10 millió forint hitelösszegig. A futamidő legfeljebb 10 év lehet, a kamat fix 3,9%. Az országos mikrohitel alapforrását a Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány biztosítja, és az ország minden megyéjében elérhető. A kezdő vállalkozások számára is hozzáférhető konstrukciót Szabolcs-Szentmár-Bereg megyében a Primum Alapítvány biztosítja. Ezzel a mikro és egyéni vállalkozókat céloztuk meg elsősorban, akik úgy is szoktunk fogalmazni, hogy talán nem egészen bank képesek még, vagy a bank valamilyen okból nem ad nekik hitelt, azok fordulnak elsősorban hozzánk. Ennyi idő alatt gyűlt össze már 4500 partnerünk a 25 év alatt, akinek hitelt folyósítottunk. A 25 év alatt összesen 14 milliárd 630 millió forint hitelt kihelyezés történt. Nagyon kedvelt hitelezési forma ez a vállalkozások körében is. Folyamatosan vannak partnereink, minden évben gyakorlatilag a teljes hitelkeret szinte ki tudjuk helyezni. A forrás töretlen népszerűségét támasztja alá az is, hogy ünnepélyes keretek között a 4500. hitelszerződést is aláírták csütörtök délután. Bánszkiné Lipők Anett 20 év alkalmazottként eltöltött idő után vált vállalkozóvá. 1995-ben kerültem ebbe az üzletbe, azóta ott dolgoztam, de sajnos a sors úgy hozta, hogy 2 évvel ezelőtt, akinél dolgoztam, beteg lett a főnökasszonyom, és megbeszéltük közös megegyezéssel, hogy én átveszem ezt az üzletet tőle, és már lassan 2 éve csinálom ezt az üzletet, és most jutottunk el oda, hogy meg szeretnénk vásárolni az üzlet helyiséget, ezért a Primon segítségét vettük igénybe, ahol 7 millió forint mikrohitelt igényeltünk tőle. A hitelkonstrukció iránt érdeklődő vállalkozások számára a Primon munkatársai a forrás közvetítésen túl személyre szabott tanácsadást is biztosítanak. Jelenleg több mint 600 gazdálkodó szervezethez közel 2 milliárd forint összegű hitel van kihelyezve.